hol veheted? Föl. És nézd, csak. És akkor oda néz. Ott lesznek az új nyomok, és most jön elő. Új lenyomatot vetethettek, fegyvert tartottak a kezükben, felülhettek a rendőrségi motorra, vagy akár a bilincset is kipróbálhatták a gyerekek a szekszárdi piasztéren kihelyezett rendőrségi sátorban. Országszerte április 12-én ünnepeljük a bűnmegelőzés napját, amit a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hozott létre 10 évvel ezelőtt. Ebből az alkalomban a Tolna megyei rendőrök nagyszabású rendezvényt szerveztek Szekszárdon. Bilincset, fegyvereket és motort. Tehát csak megnézzük a dolgokat, és ki lehet próbálni, meg minden. Nagyon szeretem ezt az egészet, és hát nagyon jó, meg az volt a legjobb, amikor kaptam egy új lenyomatot. A Tolna megye szerte meghirdetett programra Szekszárdon is több általános iskolából érkeztek gyerekek. A kilátogató diákok prevenciós teszteket, játékokat próbálhattak ki, beszélgethettek az egyenruhásokkal az esetlegesen felmerülő problémáikról, és kérdéseket is feltehettek. Aki akart, bűnmegelőzési témájú kisfilmeket is megnézhetett a sátor mellett felállított tévén. Az egyenruhások azért tartják fontosnak az ilyen jellegű programokat, hogy a gyerekek felismerhessék azt, hogy milyen helyzetekben válhatnak áldozattá, és akár elkövetővé is. Tájékoztatást kaphatnak arról, hogy hogyan lehet valakiből rendőr, és mit, milyen munkát végeznek a bűnmegelőzési és a balesetmegelőzési szakemberek. Az érdeklődők megnézhették a korábban több bűnmegelőzési témában meghirdetett rajzpályázat díjnyertes alkotásait is. A nap végén egyetlen érdeklődő sem tért haza üres kézzel. Többek között közlekedésbiztonsági eszközökkel ajándékozták meg a résztvevőket.